Kaposvárban már hagyomány az, hogy a nyár utolsó, vagy a tavasz utolsó kiállítása a helyi kézművesek munkáiból készül, a helyi kézművesek munkáit mutatjuk be. Ezek a szép tárgyak láthatók majd a könyvtár munkatartás idejében egészen augusztus végéig, és nézhetik meg mindazok a szerzetesiek, illetve a városkubai találkozató vendéges turisták, akik érdeklődnek ez iránt a kézműves munkairát. A kiállítást ezúttal Móra József úr, a Kulturális Oktatási Ifjúság és Sportbizottság elnöke vitte meg, de mielőtt átadnám a szót, kérem hallgassuk egy kis tekerő muzsikát, Karikó Tóniára tudott Gabi ellenre. Kuskás Gabi ellenre kiállításban, viszont az alkotók azokat az újabb
alkotásaikat mutatják be önöknek, amelyek a mai modern világunkban is bármelyik lakásnak a díszére, bármelyik közintézménynek a díszére válnak. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az ő küldetésük. Ezt mutatja azt, hogy közöttünk van a népművészet ifjú mestere is, aki elhozta az alkotásait, mert ezek az alkotások, ezek mind a mélyben gyökereznek. Én nem akarok önöknek egy olyan hasonlatot felhozni, mint amit György Istvánék mondanak, hogy valahol itt is meg lehet találni azt a fejlődést, amit evolúciónak is nevezhetünk, mint a biológiában, hogy már az emberek az őskortól kezdve próbálták díszíteni őket körülbelül szűk világot, és itt is ezek az alkotások gyakorlatilag olyan díszítő művészetről tesznek tanúbizonságot, amelyeknek a gyökerei valahol a népi kultúrában találhatók meg. És ezek a népi kultúrában található motivumok természetesen mindig változnak, mindig megújulnak, mindig más és más formában, de ugyanakkor megtartják azt a centrumot, ahol indultak. Itt most néhány barottas van a falon, és azokról is el lehet mondani, hogy mindig a vidékre jellemző színvilágot választották, mindig a vidékre jellemző motivumokat választották, de meg lehetett különböztetni, hogy ezt most ki készítette, mert vagy több bogát tett bele, vagy több nefelejtset tart a falvédőre, vagy a szőttesre, és ezeket gyakorlatilag mindig be lehetett azonosítani az alkotórára. Itt én nagyon szépen megköszönöm azoknak az alkotóknak a munkáját, akik elhozták, Bors Károly, Fazekas, Csemez Attila paparadó, Gulyás János, Bútorműves, Horváth Sándor paparadó, Kádár Marta, Fazekas, Kádár Mirás, Fazekas, Kovács István, bútortestő, Sárvédi Krisztina, keramikus, és a Vasfejlét kézműves műhely alkotásai. Én úgy gondolom, hogy a felsorolás ez mutatja azt, hogy szentesen még nagyon sokan foglalkoznak a múltba gyökerező néphagyományok őrzésével, és a kutakodásom során találtam az rendkívül érdekes dolgot. És ez is már a kismesterségek körébe tartozik, mert azért emlékezzenek rá, főleg az idősebbek, hogy egy Kovács műhely egy fal életében, vagy egy város rész életében rendkívül meghatározó volt, mert egyrészt a Kovács műhelyben készültek olyan munkák, amik elengedhetetlenek voltak a háztartás számára, és nem beszélve arról, hogy az alapföldi földműves nép gyakorlatilag a kovácsok nélkül azokat az eszközöket, amiket a munkában elkoptak, elhasználódtak, másképpen nem is tudták volna pótolni. És gondolják el, hogy a legnagyobb meglepetésekre Dániában ilyen falu közösségének van egy magyar szekere, amit 1933-ban készítettek. Ezt Berényi Lajos Kovács és Kocsi gyártó adta el Paddi Ferenc Csongrádi lelkésznek, és Balogh Imre Szentesen 1933-ban gyártotta. És ez a kocsi 1945 áprilisában került ki Dániába, és Paul Stalin Kielen nevű helységben őrizte meg, és ő ajándékozta a Nyilván falu közösségének, ahol egy kiállítást gyarapít. És én azt szeretném mondani az alkotóknak, hogy sose tudjuk azt, hogy ezeknek az alkotásoknak mi lesz az utóélete, ahol fogunk elmenni. A világ mely részén hirdetik azt, hogy Szentesen vannak olyan, én most itt idézőjelben mestereket mondok, de én azt mondom, hogy nomád művészek, akik ilyen alkotásokat tesznek az asztalunkra, és én mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy megosztották velünk azokat az új alkotásokat, a közönségnek pedig kívánom, hogy ezen gondolatok egyében nézzük meg a kiállítást és gyűjtsük el a munkát.
könyvtárban lesz június 22-én szerdán 18 órakor. Barta Ágoston magyar hanglásztárt egy üdvözlőkesnek ígérkező Ramon